A felkérésnek megfelelően a megyei közlekedési fejlesztésekről a Nemzeti Közlekedési Stratégia keretein belül tartanék néhány ismertetőt a folyamatban levő ügyeinkről. A Nemzeti Közlekedési Stratégia, amely most van a kormány előtt, gyakorlatilag hosszú és úgynevezett nagy távon nyújt kitekintést azokról a közlekedéspolitikai elképzelésekről, amelyeknek mentén az ország közlekedési hálózata, közlekedése fejlődni fog 2020-30, illetve 2050-ig. Ennek a stratégiának a megalkotásánál gyakorlatilag figyelembe vettük az összes érintettnek a véleményét, magam is valamennyi megyével, térséggel külön egyeztettem a végső vitánál, tehát a társadalmi vitája ennek lezajlott, és a mobilitási igények és a helyi igények maximális figyelembevételével próbáltuk kialakítani ennek a stratégiának a tartalmát, figyelembe véve természetesen, mint kiinduló pontot az uniós irányelvnek a kereteit. Fő munkarészei, ahogy alakultak, tehát a stratégiai dokumentum, környezeti vizsgálatnak az elkészítése, és vannak benne olyan önálló munkarészek, mint az Országos Vasútfejlesztési Koncepció, ami jó részt a MÁV munkájaként került bele, de tehát kitértünk olyan részterületekre is, mint a kerékpáros koncepció, és hát ami nagyon fontos, hogy az energiahatékonysági cselekvési terv is beépítésre kerüljön, hiszen nagyon markáns uniós célkitűzések vannak az energiahatékonyság terén, és ezen a területen a közlekedés az egyik olyan fő energiafelhasználó, vagy éppen kibocsátó, amelynek a területén nagy eredményeket tudunk elérni. Itt látható az NKS célrendszere, tehát nem csak arról szól, hogy éppen felmerül egy igény, akkor valóban építünk egy utat, vagy éppen sineket építünk, hanem mindazokat a szempontokat, a környezeti, egészségügyi, gazdasági, foglalkoztatottsági, jóléti és egyéb szempontokat is figyelembe vettük, és hát a fő közlekedési célokkal hogyan tudjuk ezt a társadalmi-gazdasági célrendszert összhangba hozni, és ezen belül milyen menedzsment eszközökre és milyen fejlesztési eszközökre van szükség. A következő szlájdon láthatjuk ezekkel a színezésekkel külön jelölve, hogy gyakorlatilag milyen szempontok mentén és milyen megvalósulási szakaszban vannak a különböző szempontok alapján a lehetséges fejlesztési irányok. Ez a sötétebb színezet jelenti azt, hogy a legközelebb állunk a megvalósításhoz, ezek a legégetőbb kérdések. A világosabb az, aminek az előkészítésével jól állunk, és gyakorlatilag a külső periféria az, amelyeket el kell majd végeznünk, de nem állunk még olyan szinten, hogy időtávban ki tudnánk jelenteni, hogy rövidesen átadható projektekről beszélünk. Gondolom majd, akit külön érdekel az előadás anyagát, azt a szervezők majd a rendelkezésre tudják bocsátani. Én itt az idővel való gazdálkodás miatt külön nem térnék ki minden részre, de látható, hogy például a legsötétebb résznél, hogy az autóbusz vagy a vasúti jármű csereprogram, ami az elmúlt évtizedeknek a mulasztásait orvosolja, nyilvánvaló mindenki számára ismert, hogy ez egy égető probléma. Ha nézzük a napi történéseket, éppen vezérigazgatóra beszéltük, hogy megint megérkezett két új Flirt motorvonat Svájcból, tehát annak a 48-as kontingensnek az első két darabja beérkezett, ami például a vasúti személyszállítás elővárosi közlekedésnek a megújítását szolgálja, de ugyanígy például Budapesten az elővárosi közlekedésben most érkeznek be azok a buszok, 130 darab, amivel a környező településeknek a közlekedését a BKK keretein belül, tehát ugyanazon a tarifarendszeren belül, ami eddig történt, gyakorlatilag a volánbusz üzemeltetésében újítjuk meg. Ez is egy nagy erőlelépés, hiszen ez a BKV által szükséges buszoknak több mint a 10%-át jelenti. Tehát a korábbi 150 Mercedes busz mellett most már elmutatjuk, hogy kb. 25%-a megújul a fővárosi közlekedésben közlekedő buszoknak. Az infrastruktúra felújításokat jelenleg fut, például 1600 kilométernyi közúthálózatnak a felújítását végezzük a tavalyi és az idén induló programokkal. Nem elegendő kátyúzni, nem elegendő új autópályákat építeni, mint ahogy a korábbi időszakban történt, hanem a meglévő hálózatoknak a karbantartása, felújítása is
feszítő társadalmi szükséglet, tehát ezeket is mind kifejezi a közlekedési stratégia, amit említettem, a többi részt azt akár a rendelkezésre bocsáthatjuk. Középtávú időszakra tervezett közúti projektlista az elkészült. Ez az úgynevezett CEF, ez a Connecting European Facility, tehát az európai kapcsolódási eszköz, ami a transeurópai hálózatokon értelmezhető pénzügyi forrás jelenti, tehát ez egy Brüsszelből pályázható összeget jelent. Kohéziós alapból került országokra mondva átcsoportosításra egy bizonyos összeg, ez Magyarország tekintetében körülbelül 1 milliárd eurót fog jelenteni, vagy annál nagyobb összeget. Az úgynevezett ICOP, tehát az Intelligens Közlekedési Operatív Program, ami a jelenlegi közlekedési operatív programnak az utódja, tehát a 14 és 20 közötti időszakban. Összességében ilyen 1100-1200 milliárd forint felhasználására van esélyünk. Ami rossz hír, hogy a közutakra fordítható forrás az elenyésző ezeken a fejezeteken belül, illetve lényegesen kevesebb a forrás, pontosan emiatt, mert a közúti részt nyilvánták meg, mint a közok források, amennyiben rendelkezésre álltak. Természetesen ebbe az is belejátszik, hogy a kormány elsősorban a gazdasági operatív program keretein belül kívánja az uniós forrásokat felhasználni, hogy a gazdasági élénkülés termelje ki majd azokat a forrásokat, amelyekre az országnak szüksége van, és reméljük, hogy itt a közlekedésre is gondoltak az ilyen illetékes főtárgyalói. Látható, hogy a mi térségünk is érintett, majd későbbiekben kitérek, tehát itt egy autópálya bővítés, vagy gondolhatunk itt az Esztergom M1-es kikötésnek a megteremtése, vagy a távlati célok között az M10-esnek a kialakítása, de ugyanilyen fontos a majd a később említendő vasúti felújítás kérdésköre. És akkor itt van a vasúti projekt igényei, itt is ugyanazokkal a forrásokkal megjelölve. A térséget illetően, amit említettem, ez a Viatorbágy-Tata vasútvonalnak, ami egy fő transeurópai hálózati, tehát maghálózati elleme. Ennek a felújítása szerepel a tervekben. Ennek a forrásait rendelkezésre tudjuk bocsátani az uniós források felhasználásával, és gyakorlatilag a tervezés ütemezetten halad, tehát a ciklusban ez az egyik legbiztosabban induló és forrásokkal ellátott projektek közé tartozik a vasútfejlesztések területén. És hát maga a vasútvonal is mindenki számára ismert, hogy az ország legnagyobb forgalmú vasútvonala, akár csak a közlekedés területén az M1-es autópálya, tehát a fő közlekedési tengelyen fekszik, mint a Tatabánya. Hát a fő közúti fejlesztésekről néhány szó, tehát az M1-es autópályát, amit említettem, ez a bizonyos kapacitásbővítés, ami az elképzelések között szerepel. A Tatabánya Budapest közötti szakasz kétszer-három sávra bővítése, CEF forrásokból induló új Dunahíd Komáromnál, amelynek a gyakorlatilag már működik a munkacsoportja a két illetékes államtitkár vezetésével, a szlovák partnerekkel. Ez a bizonyos főúta M1-es kikötés az esztergomi térségnél, és hát a 81-es főúton fejlesztések és kisebb rekonstrukciók bizonyos szakaszokon. Itt térképi megjelenítése, gyakorlatilag láthatók a megvalósult szakaszok a 81-esnél, a folyamatban levő felújítások, amelyek a térségben zajlanak, illetve a közbeszerzés elindult a 13-as főútnak, ez a Komárom-Kisbér szakaszt érintő felújítás, illetve a pontosítok, a Komáromnak a nyugati elkerülője az elkészült a korábbi időszakban, és attól a körforgalomtól indul majd ez a fajta felújítás, ez egy 11,5 tonnás tengelyterheléssel történő megerősítés jelent. Ez egy viszonylag jó útvonal, amiben is elkerül a településeket, és a 81-es útra való kikötésénél egy körforgalomban végződik, hogy a közlekedés biztonságnak a növelésével fog együtt járni. Tehát közlekedési stratégiában szereplők gyakorlatilag a itt kilométer szelvényre bontva látható például a 81-es főutat érintő felújítások, és hát a távlati Budapest-Esztergom közötti kétszer-két sávos autóútnak a megépítése. Most lényegesen enyhíteti természetesen a helyzetet, hogy a miniszterelnök úr a
kijelentett, hogy 2017 végéig megépítjük ezt a bizonyos Esztergom-Memegy közötti átkötést, és ez kvázi egy külső budapesti körgyűrűként elvezetheti az M1-es irányába azokat a forgalmakat, amelyeket nem feltétlenül Óbuda irányába kell átvezetni, valamint a teherforgalmat ki tudjuk tiltani abból a térségből, és könnyebben rá tudjuk az M0-ásra vezetni. Fő vasúti fejlesztések, tehát ennek a háttértanulmányai elkészültek, a koridorfejlesztésben egyértelműen illeszkedik, és gyakorlatilag azokat a szűk keresztmetszeteket javítja, amelyek a forgalmat lassítják az országon való átoladását a tranzitforgalomnak, ezért is sikerült előre sorolnunk a programok között. Itt látható egy térkép erről a felújításról, gyakorlatilag a fentép paraméterekkel tervezett átépítés egy emelt sebességet jelent, gyakorlatilag a közlekedés, biztonsága, vasútirányítás, átjárhatóság terén is megtörténnek azok a modernizációs lépések, amelyeket később még részletesebben ismertetünk ebben az anyagban. Hát egy kis látványtervez talán a tatabányaiaknak helyben fontos. Azt kiemelném, hogy gyakorlatilag 2010 óta próbáltunk olyan fejlesztéseket indítani, ahol nem pusztán vasúti pályát építünk át, hanem nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az állomások is áttépüljenek, parkolóhelyek kerüljenek kialakításra, kerékpárhárolók, lehetőleg intermodális csomópontok alakuljanak ki, tehát komplexen próbáljuk végezni ezeket a felújításokat, és az ott élő lakosság gyakorlatilag ezeket a lépéseket tapasztalja elsősorban, nem azt, hogy éppen 160 kilométerre tudott átmenni egy tranzit teherszerelvény, ez nekik nem sokat jelent, legfeljebb kérnek egy zajvédő falat, amire szintén nagy figyelmet fordítunk ezeknél a beruházásoknál. Hát ennek a részletezése azt hiszem, hogy várossal egyeztetetten került kialakítása, tehát erre is próbálunk figyelmet fordítani. Természetesen mindig minden igényt nem tudunk figyelembe venni. Vannak olyan városok, amelyek egyéb problémáikat is egy-egy ilyen beruházás keretén belül próbálják megoldani. Annyit tudunk beletenni ezekbe, amelyek a uniós irányelvekkel, a brüsszeli elvárásokkal, vagy a Jaspers, mint szakértő szervezet elvárásaival is egyezkednek. Tehát a vonalkorszerűsítésről itt egy házrajz, ami látható. Fontos például, hogy a tataiaknak a agostyáni, vagy éppen a bai úti nyomvonalat, tehát három átjáró és külön szintű kereszteződésben valósul meg. A múltkor egy tardosi fórumon én is meglepődtem, hogy még a sok-sok kilométerre levő településeknek is nagyon fontosak ezek a lépések, hiszen a vasúti átjárókban, akik Tatára mennek be munkahelyre, vagy éppen hazafelé, akár 8-10 perces idő megtakarítást jelentett egy vasúti átjárónak a kiváltása, pedig ez nem is olyan fontos kereszteződések mondjuk az M1-es tengelyhez képest. Látható van egy nyomvonalkorrekció, ami szintén a ott élők érdekei szerint, illetve a sebesség megválasztás érdekében, vagy a könnyebb növelés érdekében történt. Láthatók ezek a sebességemelések, amelyek a különböző szakaszokat érintik. Azt hiszem ennek vezérigazgató is örül, mert a menetrend kialakításánál remélhetőleg az utazó közönség felé ezt érvényesíteni tudja. Szerintem ezek a lépések nagyon fontosak például a MÁV-ról alkotott véleménynek a javításában. Itt is szerintem az elmúlt években azért tudtunk előrelépéseket tenni. És amiről beszéltem, ez a bizonyos LTCS2 vonat befolyásoló rendszer kiépítése, ez is egy futó program. Gyakorlatilag ezzel meg tudunk majd annak a bizonyos interoperabilitási követelményeknek felelni, amit az Unió megszabott felénk. Természetesen úgy tudjuk felhasználni sikeresen a forrásokat, akkor érdemes a nemzeti önrészt beletennünk, hogyha ez egy olyan műszaki színvonal emelkedéssel jár, amelyet el tudunk fogadtatni, és így biztosabban tudjuk forrásokat lehívni. Most kicsit a megye másik részére térnék át, tehát ez az esztergomi vasútfejlesztést tudjuk, itt már a Esztergom-Vörösvár szakasz átadásra került, de még előttünk áll az esztergomi vasúton a kiegészítő fejlesztése, ugyanúgy a Gyorogon vagy Leányváron
többi településen megtörtént, ugye Esztergomban is a parkolóképítése, kerékpártároló képítése megtörténjen, az állomásnak az esztetikus rátétele, és hát azok a kapcsolatok, közúti kapcsolatoknak a kialakítása, ami a könnyebb elérhetőséget és a utasok kényelmét szolgálja. Amikor megvalósul ez a fejlesztés, év végére fejeződik be a Vörösvár-Budapest szakasz, akkor pedig folytatjuk a beruházást, a MÁV beruházásában a jelenállás szerint, ha nem történt azóta változás, tehát a villamosítása is megtörténik a szakasznak, és ugyanígy ezek a biztosító berendezéseknek a cseréje, ami legalább olyan fontos, mint a vasúti pálya kialakítása, hiszen mindig a legszűkebb műszaki keresztmetszet határozza meg azt, hogy mennyire tudjuk kihasználni a beruházásoknak által nyújtott lehetőségeket. Úgyhogy gyakorlatilag a villamosítás után pedig a tervek szerint ezekből a modern flirt vonatokból is tudunk tenni erre a szakaszra. Ez egy speciális pálya, főleg vagy kizárólagosan szinte személyforgalom céljára használjuk, hiszen át kell a Pilisen silipelni, úgymond, tehát egy magas emelkedése van a pályának, ezért sokkal jobbak ezek a modern szerelvények. Az energiafelhasználásuk kedvező, például visszatáplálják a rendszerbe ha jönnek lefel a hegyről, akkor az energia egy részét, hát remélhetőleg ez a sikeres projektek sorába fog tartozni, ha teljesen elkészül a beruházás. Szerepel az elképzelések között ez a bizony sokat említett V0 projekt, ami a megyét is érinti, hiszen Szádiket térségében akkor a budapesti elővárosi közlekedést kikerülve haladna a teherforgalom, gyakorlatilag akkor korlátozás nélkül, szerintem hatalmas budapesti ingatlanok, területek szabadulnának fel, nem a környék közlekedésében, elővárosi közlekedésében is sokkal biztosabb elérést és jobb közlekedést biztosítana majd. Ez az egyik, ami szintén NKS-be szereplő projekt, gyakorlatilag ennek nyilván meg kell teremteni majd a finanszírozási hátterét, de a MÁV szakemberei folyamatosan dolgoznak rajta, hogy amennyiben van forrásunk, akkor ezt a beruházást végig tudjuk vinni. Ez egy 113 km hosszú szakasz lesz, ami gyakorlatilag Szolnok térségét, a Tatabánya térségéig termentesíteni a elővárosi vonalakat. Tehát a horizontális projektek felsorolása, tehát az GSM-el távközlési pályázat jelenleg is fut a folyamatosan a MÁV rekonstrukciós programja, amelyet 2011-ben indítottunk útjára, a flirt motorvonatokra felszereljük ezt a bizonyos vonatvezérlőrendszert, karbantartás. Csak néhány apróság azért a jegyértékesítéstől kezdve, hogy a MÁV-ról azért nem lehet egy egységú képet alkotni, tehát azért nagyon szertágazó az a feladat, ami rájuk hárul, tehát nem csak a vállalat átszervezése zajlik, hanem folyamatosan a működés fenntartása mellett egy feszítő modernizációs kényszer is van rajtuk, amelynek megfelelnek. A jelenlegi helyzete a projektjeinknek, tehát az a bizonyos társadalmi egyeztetés, amit a bevezetőben is említettem, ez megtörtént. A megyeiekkel december 6-án tudtunk találkozni, és gyakorlatilag a kormány előterjesztés az elkészült. Hát a közigazgatás rejtelmei, ez a bizonyos tárcaközi egyeztetés, ez zajlik, de remélhetőleg, hogy mi hamarabb el tudja fogadni a kormány, ugyanis ez a operatív programnak a kiindulási alapja. Remélhetőleg nagyon rövid időn belül lezárul ez a folyamat. És hát akkor valahol itt hagynám abba az NKS-nél. Én azt hiszem, hogy a megye ezeket a fejlesztéseket tekintve, amelyek a NKS keretei között, vagy éppen a közlekedési operatív program keretei között történnek, a központi fekvését tekintjük, akkor mindenképpen a kedvezményezettjei közé tartozik. Nem is annyira mindig a projektekkel vagy a programokkal van a gond, hanem a pénzügyi fedezetekkel, de abból is látszik, hogy központi térség vagyunk, kiemelt gazdasági térség, fő közlekedési vonalon fekszik a települések sora, Tatabánya, hogy itt a financiális kérdések sem jelentenek gondot, és hát remélhetőleg 16-tól például ez a vasúti nagy beruházás ez útjára tud indulni.
Nyilván úgy szeretnénk, hogyha hamarabb történne, de azért az előkészítésre érdemes ott, ahol mondjuk 140 milliárd forint forgó levegőbe kiemelt figyelmet fordítani, nehogy nagyobb nemzeti önrészt kelljen aztán a végén hozzátennünk, mint amennyit a jogszabályok szerint feltétlenül fontos lenne. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, és hát remélem, hogy egy sikeres szakmai napot zárunk.